A legtöbb esetben ezek a szívérfalai jelentkező lerakódások, az úgynevezett plakkok felelősek a hirtelen szívhalál bekövetkezéséért. Magyarországon a javuló statisztikák ellenére évente még mindig mintegy 25 ezeren halnak meg hirtelen szívhalálban vagy heveny szívelégtelenségben. Előre betesszük az eszköz, beülne a személyzet. Mostantól még több életet lehet megmenteni annak az új mentőautónak a segítségével, amit egy speciális műszívvel szereltek fel. A berendezést a Városmajori Klinikán használják majd januártól. Az eszköz legnagyobb előnye, hogy hordozható, így például, ha valaki rosszul lesz az utcán és sikertelen az újraélesztés, akkor a szívmotor továbbra is biztosítja a keringést, míg az illetőt kórházba szállítják. Sajnálatos módon mondjuk nem sikerül az újraélesztés, a betegnek a keringése nem áll helyre, és a kollégák már nem tudnak mit kitalálni, és fölmerül annak a sajnálatos lehetőség, hogy a beteget elveszítik. Ha ebben az esetben egy keringés támogató eszközt be lehetne vezetni a combvénán és a comb verőéren keresztül, akkor van arra esély, hogy egy műszívre rátéve a beteget be lehet vinni egy arra felszerelt szívcentrumba, és ott az igazi okot megtalálva, azt megoldva, az intenzív osztályon eséllyel tudjuk a beteget kezelni. A berendezés 5-6 napig is pótolhatja a szívet, ami elegendő idő, hogy helyreálljon a spontán szívműködés. A mentőautót adományként kapta a klinika, de azt tervezik, hogy hamarosan saját forrásból még egy hasonló járművet vásárolnak. Tudták, hogy néhány évszázaddal ezelőtt a tokai borok legnagyobb honi konkurensei voltak a hegyvidéki borok? A középkorban a 12. kerület jelentős részét nemes szőlőültetvények borították, a nagyobb részén pedig őzekkel, szarvasokkal és vaddisznókkal teli erdők voltak. Nem véletlen, hogy a magyarok egyik legnagyobb uralkodójának tartott Mátyás király is sokat időzött Budán, illetve a hegyvidéken. Ez a történelmi tény és az ehhez kapcsolódó épített emlékek adtak alapot ahhoz, hogy a helytörténeti gyűjtemény és a hegyvidéki önkormányzat konferenciát rendezzen a Mátyás királlyal kapcsolatos régészeti történelmi ismereteket megosztva a szakmai és civil érdeklődőkkel. Sok olyan emlék van, ami Mátyáshoz kötődik, így aztán mondhatjuk ezt, hogy egy Mátyás kultusz van itt a hegyvidéken. Gondoljunk csak a városkútra, amely Mátyás király kezdeményezésére épült ki, vagy a szép juhásznéra, a fácánosra, hogy más ne is említsek. És hát a kerület első neve Mátyás király város volt. Ez is azt bizonyítja, hogy mindig is fontos volt az itt élők életében Mátyás király, a hozzá kapcsolódó emlékek. Mátyás király városnak ugyan viszonylag rövid ideig hívták a hegyvidéket, ám akkor, vagyis az 1940-es éveket követően majd egy évtizedig a 12. kerülethez tartozott az Anyéki kastély is, amely az uralkodó egyik legfőbb tartózkodási helye volt a gyakran előforduló vadászatok idején. A vadászat nagyon fontos volt, és a budai királyi palotta nagyon közel volt, épp ezért Mátyás szeretett errefelé sokat vadászni. Érdekessége, hogy Mátyás vadaskertje egyébként a Nyékfalu mellett volt található, de maga a vadász területe az mind Zugligetbe és a Budakeszi erdőbe is belelógott. A középkorban, illetve Mátyás udvarában is a katonai kiképzések, illetve a harc egyik formájának tartották a vadászatot, vagyis nem az élelemszerzés volt a fő cél, hanem a küzdelem és a vad legyőzése. Az előkelő vadászat, ahogy általában az uralkodói vadászat zajlottak, annak a fő módszere, hogy a hajtás volt, vagy a hajsza. Az operetben is megörökített zugligeti szép juhászné és Mátyás személyéhez és korához köthető, mint ahogy a királyi fácános kertnek emléket állító fácános, vagy a disznó főforrás, amelyet 140 éve még Mátyás csurgónak neveztek. Az akkor még tiszta vízű hegyvidéki források egyébként nem csak a vadászatok alkalmával oltották a királyi szomjat, Mátyás a várba is felvezettette az itt nyert vizet.